Első alkalommal adott otthon Jászkarai női lovascentrum szabadidős lovasversenynek a hétvégén. A lovarda vezetője úgy fogalmazott, nagy fába vágták a fejszélyüket, hiszen gyakorlatilag ez volt az első rendezvény, amit önállóan, de a Magyar Szabadidős Lovas Szövetség segítségével rendeztek. A versenyre 185 rajtjelentkezés érkezett. Az ország számos pontjáról jöttek versenyzők a tavaly nyáron átadott centrumba, hogy megmérettessék magukat. Jászalsó-Szentgyörgyről jöttünk, a Jászalsó-Szentgyörgyi Lovascentrum és Magyar Udvarból. 15 gyerekkel érkeztünk, első versenye az összes lovasunknak, tehát most bemutatjuk a tudásukat. Nagyon izgatottak voltak a lovasok, díjugratásban, ügyességi versenyszámban és lovastornán is indultak az Egyesület ifjoncai. Ceglédről is érkeztek versenyzők, Margaritának szintén ez volt az első versenye. Az első versenyszáma után pedig bizakodóan nyilatkozott teljesítményéről. Én meg vagyok elégedve magammal is, és a lóval is, nagyon jó csapatot alkotunk szerintem. Még csak pár hónapja dolgoznak együtt, de hamar összeszoktak az edzések alatt. Díjugratásra jöttünk, ugye van pontszerző stílus, ugye hibaidős. Én indultam egy kis X versenyen is, egy stílus versenybe fogok indulni, ahol a lovas ülését fogják vizsgálni és pontozni. A versenyszámok szépen lezajlottak, sikeres volt a lebonyolítás. A lovarda a későbbiekben szeretné a rendezvényt még tovább fejleszteni, illetve más kategóriájú versenyeket, például fogadhajtást is szervezni. A tavalyi nyitás óta rengeteget fejlődött a centrum, ez pedig a látogatók számában is megmutatkozik. Ha megkeresnek bennünket iskolák, családok, cégek, akkor egyéni megbeszélés alapján gyakorlatilag mindenféle programot, ami nyilván a ló körül forog, meg tudunk valósítani, amire igény van. Tehát ha szeretnének kimenni tereplovaglásra, akkor azt is meg tudjuk oldani, ha szeretnének fogatozni a határba, azt is meg tudjuk valósítani. Van egy kültéri kemencénk, tehát itt van lehetőség sütögetésre, bográcsozásra, gyakorlatilag attól függ, hogy mire van igény, mindenre nyitottak vagyunk. A lóállomány is bővült, a legfiatalabb kis Csikóval egy 9 napos kisbéri félvérrel is találkozhatnak az ide látogatók. A községben még idén búcsúra és a karai lovasnapokra is készülnek. Továbbá szeretnének több kisebb és házi versenyt is rendezni itt a lovascentrumban, mondta Farkas Imre.